estét kívánok, köszöntöm nézőinket, Önök a Nyíklátházi Televízió március 17-ei adását látják. Mai összeállításunkban a 2022. április 3-ai országgyűlési képviselőválasztásokról hallhatnak néhány közérdekű információt, majd megtekinthetik, hogy emlékeztek városunk lakói 1848. március 15-e ünnepére. A köztársasági elnök úr 2022. április 3-át jelölte ki az országgyűlési képviselőválasztás időpontjának. A választás eljárási rendjéről és egyéb fontos tudnivalókról kérdeztük Molnárné dr. Ducsai Dalma jegyzőasszonyt. A köztársasági elnök úr 2022. április 3-ára tűzte ki a választásokat. Köszöntöm Molnárné dr. Ducsai Dalma jegyzőasszonyt, aki jelenleg a helyi választási iroda vezetője is. Tőle kérünk néhány információt a választásokkal kapcsolatban. Kik szavazhatnak, hogyan szavazhatnak? Tisztelettel köszöntöm a Nyíklátházi Televízió nézőit. Ahogyan említette, 2022. április 3. napjára tűzte ki köztársasági elnök úr az országgyűlési képviselők általános választását, valamint ezen a napon kerül lebonyolításra a Magyarország kormánya által kezdeményezett országos népszavazás. Az országgyűlési képviselők választásán a választópolgárok egyrészről voksolhatnak arra, hogy a választókerületükben kit szeretnének egyéni országgyűlési képviselőnek, illetve dönthetnek arról, hogy az országos pártlistáról melyik pártot támogatják. Az országgyűlési képviselők választásán és a népszavazáson részt vehet valamennyi 18. életévét betöltött magyar állampolgár, kivéve azokat, akiknek a választójogát a bíróság korlátozta, illetve akiket a közügyektől eltiltottak. Vannak jó néhányan városunkban, akik nem nagyon tudják elhagyni a lakhelyüket, a mozgásukban korlátozottak. Ők hogyan szavazhatnak? Ebben az esetben mozgóurnás szavazásra van lehetőség. Az igényelheti, aki a szavazókörű névjegyzékben szerepel, azonban egészségi állapota, fogvatartása vagy fogyatékossága miatt nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe és nem tudja gyakorolni a választójogát. A mozgóurna iránti kérelmet a helyi választási irodához lehet eljuttatni, levélben vagy ügyfélkapus azonosítás nélkül interneten 2022. március 30. napjáig, illetőleg személyesen legkésőbb 2022. április 1-ig. Lehetőség van a szavazás napján is mozgóurnát igényelni, ebben az esetben a szavazásszámláló bizottsághoz kell eljuttatni a kérelmet 12 óráig. A kérelemben meg kell jelölni a mozgóurna igénylésének pontos okát. Átjelentkezéssel történő szavazásnál a kérelmet szintén a helyi választási irodához kell eljuttatni legkésőbb március 25-e napjáig. Mi az, amit magunkkal kell vinni egyébként a szavazásra? Először a szavazásszámláló bizottság megnézi, hogy a választópolgár szerepele a szavazóköri névjegyzékben, ezután a választópolgárnak azonosítania kell önmagát, vagy személyigazolvánnyal, útlevéllel, vagy vezetői engedéllyel. Köszönöm. És mit jelent az átjelentkezés? Átjelentkezéssel történő szavazásra abban az esetben van lehetőség, hogyha a választópolgár a szavazás napján Magyarországon tartózkodik, azonban a magyarországi lakcíme szerinti szavazókörtől eltérő településen. És mi a módja, hogy ő ezt igényelje? Ebben az esetben a választópolgárnak a lakóhelye szerinti helyi választási irodától kell kérnie az átjelentkezését. Hány szavazókörben is hová lehet menni majd szavazni Nyíklátházán? Nyíklátháza város választópolgárai 5 szavazókörben gyakorolhatják a választójogukat. Azt, hogy pontosan melyik szavazókörben, annak a címét és a nevét a választási értesítő tartalmazza. Az egyes számú szavazókör a Kossuth Lajos általános iskolában található, a második számú szavazókör a Furman Imre művelődési házban, a hármas számú szavazókör a Dargai Attila gyermekvarázs óvoda és bölcsöde látházi tagovodájában, a négyes számú szavazókör a idősek klubjában a látházán, az ötös számú szavazókör pedig szintén a Kossuth Lajos általános iskolában. Az átjelentkezéssel szavazó választópolgárok az egyes számú szavazókörben szavazhatnak. Köszönjük szépen! Én köszönöm! A
Az 1848-49-es forradalom és szabadsághat hazánk történelmének talán legismertebb eseménye. Nem csak a családban, de az óvodai nevelésben is fontos szerepet kap hazánk történelmének megismertetése, a hazaszeretet érzése. Az apróságok minden évben maguk készítette zászlókkal látogatnak el Kossuth Lajos emléktáblájához. Aki nem lép egyszerre, nem kap rétes testére, mert a rétes jó, katonának az való. Nem megyünk mi messzire, csak a világ végére, ott sem leszünk sokáig, csak 12 óráig. Az általános iskolások idén is magas színvonalú ünnepi műsorral emlékeztek 1848-ról. A szereplők a 6. A osztály tanulói voltak, felkészítőjük Kovács Téglás Adrián és Kertész Kornél. A mai napon az 1848-49-es forradalomra és szabadságharcra emlékezünk. Fogadjátok szeretettel a 6. A osztályosok műsorát.
Magyar történet múzsája, vésőt sokáig rogadott. Vedd fel a földre azt, s örök táblára vésd fel ezt alatt. Csattogjatok, csattogjatok gondolatunk szárnyai. Nem vagytok már többé rabok, szét szabad már szállani. Üdvözlégy születésed napján, magyar szabadság! Először is én üdvözöllek, imádkoztam és küzdöttem érettel. Üdvözöllek oly magas örömmel, amilyen még volt a fájdalom, midő nélkülöztöm tégedet. Haza és szabadság, e két szó, mert először tanulja anyától a gyermek. És a csatában, a halál elénig, utolszor e két szót mondja ki a férfi, aki közé, huszárnak beállnak, esküdjön fel a hazára, még már. Amíg egyszer azt üzeni, mindnyájunk.
kardok csengését, a rabláncok csörgése és a temetők rideg csendje váltanak fel. Március 15-én 14 órától tartotta ünnepi megemlékezését Nyíklátháza város önkormányzata a Furman Imre művelődési ház előtti téren. Ünnepi beszédet mondott Tálai András országgyűlési képviselő úr, az ünnepi megemlékezést köszöntötte Tóth Balázs polgármester úr és dr. Pankucsi Márta, jogász, szociológus. A műsorban közreműködött Nemcsák Károly Jászai Mari díjas színész, Herceg Flóra népdalénekes, a Zsolca Tánc Együttes, a Nyíklátházi Ifjúsági Fúfós Zenekar, valamint a Borsodabaui Zemplén megyei Huszár és Lovas Hagyományőrző Egyesület. Szépernő, imádság! Ki ülsz az égben a vihar felett, én Istenem, hallgass meg engemet! Hozzád megy szívem, itt szavam jajog, hazámért reszketek, magyar vagyok. A népekkel, ha haragod vagyon, a magyarra ne haragudj nagyon, ne haragudj rá, bűnét ne keresd,
Bocsáss meg néki, sajnáljad, szeresd, szeresd, vigyázz rá, Istenem atyám, el ne vesszem veszélytő éjszakán. Távol népekhez híre el nem ér, hogy olyan jó, mint a falat kenyér, hogy nem szokott senkit se bántani, lassú dallal szeretne szántani. Édes Istenem, te tudod magad, a bárány nála nem ártatlanabb, te tudod, ezt a fajtát mi becses, milyen takaros, mi kellemetes. Te látod életét minden tanyán, te hallod, hogy beszél, édesanyám. Te tudod a barna kenyér ízét, te tudod a tisza sárga vizét, te tudod, hogy itt milyen szívesen empereg a csikó a füvesen, tudod a nyáj kolompját a megyen, édes szöllőnket tudod a hegyen, s keserű könnyeink tudod, uram, hogy mennyit is szenvedtünk csak ugyan, s hogy végeztendőt várunk mindenért, hisszük, hogy lesz még szöllő, lágy kenyér. Ó, kelljetek a magyart védeni, ti istenek fényes cselédei! Uradnak, mondd el, aranyarcú nap! Mondd el szerelmes déli bávodat! Dícsérd a Balatont, tiszta hold, hogy szebb tükröd a földön sose volt! Csillagok, értünk, könyörögjetek! Kis házak ablakába reszketek, szerte szét este, mennyi mécs ragyog! Könyörögjetek, értünk, csillagok! Tisztelt ünneplő közösség! Sok szeretettel és nagy tisztelettel köszöntöm Önöket. Engedjék meg, hogy megkülönböztetett tisztelettel köszöntsem Tálai András miniszterhelyettes, parlamenti államtitkár urat, térségünk országgyűlési képviselőjét. Tisztelettel köszönjük, hogy elfogadta meghívásunkat. Tisztelettel köszöntöm a környező települések polgármestereit, a képviselőtestület tagjait, intézményvezetőket, a pártok és civil szervezetek, valamint az egyházak képviselőit. Itt, most, március idusán, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 174. évfordulója alkalmából tartott ünnepségünkön, melynek megnyitóját dr. Pankucsi Márta, jogász, szociológussal, a Furman Imre Művelődési Ház és Könyvtár névadójának özvegyével közösen tartunk. Emlékezni jöttünk ma az 1848-as forradalom dicső napjairól. Ünnepelni a március 15-én kivívott szabadság kereteit, a polgári társadalom megszületését. Magyarságunk, történelmünk mindannyiunkat köt nemzeti ünnepünkhöz, hiszen március 15-e üzenete ma is él, jelen van, és ma is a szabadságról szól. Március van, és határtalan az élet. Ady Endre írta ezt a Tűz Márciusa című versében, meg azt is, hogy az élet szent okokból élni akar, s ha Magyarországra dob ki valakit, annak százszorta inkább kell akarni. 1976. március 15-én a Pécsi Egyetem aulájában ezt a verset mondta el a férjem Furman Imre. Karján széles, nemzeti színű szalagot viselt. Mindketten jogot tanultunk a Pécsi Egyetemen. Egyik barátunk rémülten jött oda hozzám még az ünnepi műsor elkezdése előtt, azzal, hogy szóljak Imrének, vegye le a karszalagot, mert nagy baj lesz belőle, hiszen 56-ban a forradalmárok viselték így. Nem szóltam. Tudtam, úgyse venné le. Meg egyébként is egyetértettem vele. Imre ebből az Ady versből idézett 1989. március 15-én is Miskolcon a Petőfi szobornál tartott beszédében, amikor félelmeiket legyőzve először vettek részt tömegek a Magyar Demokrata Fórum és a többi ellenzéki párt közös rendezvényén. Mi itt most Nyékládházán azért jöttünk össze, hogy 1848. március 15-ére emlékezzünk, arra a napra, amikor a polgári szabadság és a nemzeti függetlenség ügye elválaszthatatlanul összeforrt. A magyar történet múzsája, ahogy Petőfi kívánta március 16-ára kelt versében,
örök táblára véste föl ezt a napot. Több mint 170 év múltán is főt hajtunk mindazon hősök előtt, akiknek március 15-e nemes érdeme a modern parlamentális Magyarország megszületése köszönhető. A napon, amikor nemzetünk lelke is újjászületett. Ahogy az imént idézett személyes emlékeimből is kiderül, ez a két célkitűzés, a szabadság és a nemzeti függetlenség ügye szorosan összekapcsolódott nem csak Petőfi korában, hanem Adiében, valamint 1956-ban és a rendszerváltáskor is. Szabadság és nemzeti függetlenség közös tartalma az önrendelkezés. Akkor lehetünk szabadok, egyénként vagy közösségként, ha képesek és készek vagyunk önmagunk rendelkezni az életünk alakulásáról. Ha akarni tudunk, és teszünk is annak megvalósulásáért, amit akarunk. Nemzetként akkor vagyunk függetlenek, ha képesek és készek vagyunk nemzetünk sorsának alakulásáról önmagunk rendelkezni. Ma elterjedtebb kifejezéssel, ha az államunk szuverén. A birodalmak persze mindig arra törekedtek és törekszenek ma is, hogy megfosszák az országokat függetlenségüktől, szuverenitásuktól, szabadságuktól. Persze sosem ismerik be valódi szándékokat, sőt, a birodalmi központok és hazai helytartóik önmagukat próbálják a szabadság képviselőiként, elhozóiként, védelmezőiként feltüntetni. Így tette a Habsburg birodalom fennállása idején Bécs, így tette a szovjet birodalom idején Moszkva, és így tesznek a ma birodalmi törekvéseket dédelgető központok is. Március 15-e figyelmeztet bennünket, mai magyarokat, köztük bennünket itt, Nyíklátházán ünneplőket, hogy mi sosem ülhetünk karbatett kézzel, most sem ringathatjuk magunkat abban az illúzióban, hogy nekünk már nincs dolgunk, hiszen eleink kivívták nekünk a szabadságot és a nemzeti függetlenséget. Szabadságot, függetlenséget, együvé tartozást. Ismeretlenül is hálát kell adnunk elődeinknek azért, hogy mi már más történelmi viszonyok közt láttuk meg a napvilágot. Bíznunk kell abban, hogy méltók és képesek vagyunk ezeknek az értékeknek a megőrzésére, hiszen a mi szívünket is magyar vér táplálja. De nem dőlhetünk hátra karosszékeinkben. Nekünk ma is százszorta inkább kell akarni. Mert igaz ugyan, hogy ma határtalan az élet, de ennek megőrzését erősen kell akarnunk, és tennünk kell érte. Ma nekünk nem fegyverrel kell harcolnunk a szabadságért és függetlenségért. Nem kell az életünket, a meglévő életkörülményeinket kockáztatnunk. Inkább az 1848. március 15-ét megelőző reformkorban élőkhöz hasonlatosan kell fellépnünk. Ahogy akkor tudták, hogy a haza szabadságához, függetlenségéhez nélkülözhetetlen az erős gazdaság, a magyar nyelv és a magyar kultúra megőrzése, valamint az állam szuverenitása, így ma is ezekkel törődhetünk, ezekkel kell törődnünk. Ahogy akkor a magyar gazdaság védelme érdekében létrehozták a védegyletet, mozgalmat szerveztek, hogy hazai árukat vásároljanak az emberek, így ma is megtehetjük mindennapi bevásárlásaink során, hogy lehetőleg hazai terméket veszünk, sőt, ha megtehetjük, helyi vagy környékbeli termékeket. Ahogy a külföldi divat majmolása helyett hazai divatot teremtettek, annak idején így cselekedhetünk mi is. Ahogy a magyar nyelvet védték az elnémetesedéstől, úgy védhetjük ma az elangolosodástól. A sok-sok lájkolás mellett időnként kimondhatjuk azt, hogy kedvelünk, mi több, szeretünk. A csetelésen túl szemtől szembe is szóbálhatunk egymással, beszélgethetünk.
A virtuális világban történő kalandozásokon kívül jól érezhetjük magunkat a saját valódi világunkban, közösségeinkben, társainkkal együtt, alkotó életet élve. Akkor is sok fiatal ment külföldre szerencsét próbálni, majd szakmai tudásuk bővítése, tapasztalatok szerzése után hazajöttek, és itthon kamatoztatták tudásukat, tehetségüket. Követendő példa lehet ez is. Akarhatjuk, tehetjük mi is ezeket a szabadságunk, függetlenségünk megőrzéséért. És hamarosan ismét választhatunk. Tudnunk kell, hogy mit akarunk, és annak megfelelően kell cselekednünk. Akarnunk és cselekednünk kell, ahogy Ady Endre üzeni, és Furman Imre üzeni. Tűz és tűz, én ifjú testvéreim, jaj, a tüzet ne hagyjátok kihalni, az élet szent okokból élni akar, s ha Magyarországra dob ki valakit, annak százszorta inkább kell akarni. Akarjuk hát, mi is, hogy éljen a magyar szabadság, éljen a haza, és tegyünk is érte. Tehetünk, hiszen ma már, és ma még határtalan az élet. Hajtsunk főt hétköznapjainkban is elődeink előtt azzal, hogy büszkén állunk ki nemzeti önbecsülésünkért, nemzetünk és saját jövőnkért. Tisztelettel köszönöm, hogy meghallgattak minket. Most kérem, hallgassuk meg Tálai András miniszterhelyettes, parlamenti államtitkár, országgyűlési képviselő úr ünnepi beszédét. Tisztelt polgármester úr, tisztelt Jéglátházi ünneplő közösség, tisztelt hölgyeim és uraim! Én is köszöntöm Önöket az 1848-as forradalom és szabadságharc ünnepén. Különös megtiszteltetésnek tartom itt a Furman Imre Művelődési Ház és Könyvtár előtti ünnepségen, hogy szólhatok Önökhöz. Március 15-e az a nemzeti ünnepünk, amelyet a legjobban magunkénak érezzük. Hogy Pankusi Márta Ady Endrét hívta segítségül, engedjék meg, hogy én beszédemben Mikszáth Kálmánral emlékezzek, és Mikszáth Kálmánt idézzem. Hogyan is fogalmazott ő március 15-éről? Ez csak egy kalendárumi dátum egyebütt, de nekünk egy varázsszó, melytől, mikor kiejtik, egyszerre megváltozik minden. És valóban így van. Mi magyarok, mikor meghalljuk március 15-ét, nem a tavasz jut eszünkbe, hanem a szabadság. Nemzetünk összetartozása, országunk függetlensége. Minden magyar, aki él, bárhol a világon, határon túl, vagy tengeren túl, tisztában van azzal, hogy mi történt 1848-ban. Tisztában van azzal, hogy kik voltak a reformkor nagy gondolkodói, a kiemelkedő hősök, és tudja azt, hogy mit történtek ezen a napon, majd később a szabadságharcok során. A megosztott, függő helyzetben lévő és az önálló döntésektől csak álmodó magyarokból nehéz harcok és megszenvedett súlyos veszteségek árán újjászületett a nemzet. Igen, újjászületett a magyar nemzet, Magyarország, amely egymáshoz kötötte a magyart a magyarhoz. És ez nem csak érdekszövetség volt, hanem szellemi kötelék is. Az összetartozás, az összefogás korábban nem ismert eszméje volt, március 15-e így válhatott a legfontosabb szimbólumá, így válhatott a magyar emberek legjelentősebb ünnepévé. És hadd hívjam újra Mikszáth Kálmán írását, ő 60 évvel később így fogalmazott erről a napról. Akik akkor újongtak Pest utcáin, azok immár csendes emberek a temetőkben. Hiszen a fák is öregek már, melyek mint csemeték suhogtak akkor bele a múzeum előtt Petőfi Sándor szavalatába. Néhány rajongó ifjú csinálta nagy álmok álmodói.
Nem gondoltak, nem fontolgattak semmit, hanem nekivágtak. És megcsinálták március 15-ét. Egy verssel, egy pár csörömpölő jurátus karddal. S mi most is abból élünk. Mikszár 60 évvel a forradalom után írta ezt. De mi, magyarok, 174 évvel a forradalom napja után is ebből élünk. Abból élünk, hogy akkor azok a hősök megcsinálták a szabadságot. Kivívták a szabadságot. Magyar ember jobban szereti a szabadságot, mint bárki más. A magyar ember, ha sokáig elnyomják, előbb-utóbb fel kell, és kivívja magának a szabadság érzetét. Így történt ez a 20. században is, 1956-ban. Tisztelt ünneplő közösség, tisztelt nyéklátháziak! Mai világunk kifordulni látszik sarkaiból. Ahol egy veszélyekkel teri korba léptünk, ahol egyszerre küzdünk meg járványokkal, illegális migrációval, energiaválsággal, nemzetközi gazdasági nehézséggel. És a szomszédos országban háborúdul, szembe kell néznünk azok következményeivel. Nagyon fontos, hogy Magyarországnak megmaradjon a békéje. Nagyon fontos, hogy ezekben az időkben is Magyarországnak megmaradjon a biztonsága. Nehéz időket élünk, józan észre, józanságra és sok-sok erőre van szükség. Következetességre és higgadtságra. Magyarországot nem sorolhatja bele senki a háborúba. Magyarország nem lehet politikai érdekek áldozata, nem lehet sem kampány, sem semmilyen választás áldozata. Magyarországon békében kell, hogy éljünk. Békében és biztonságban. Tisztelt ünneplők! Zárásul engedjék meg, hogy Kossuth Lajos első magyar pénzügyminisztert, országgyűlési képviselői szavait hozzam ide. 1848. július 11-én mondta ezt képviselőtársainak és honfitársainak. Midőn a szószékre lépek, hogy önöket felhívjam, mentsék meg a hazát, uraim! Így áll a percben a nemzet önök kezében, és Isten kezükbe adta a mai határozattal a nemzet életét, de kezükbe adta a nemzet halálát is. Tisztelt nyéklátháziak, április 3-án az önök kezében lesz a nemzet, Magyarország és városuk sorsa is. Kérem önöket, hogy a nemzeti érdekeket szem előtt tartva, az eddig elért eredményeket figyelembe véve lépjenek a szavazófülkébe. Mert ahogy a márciusi ifjak egyike, Borzai Pál mondta, a hazájukat szerető népek halhatatlanok. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, legyen béke, szabadság és egyetértés. Hajrá Magyarország, hajrá magyarok! Hajrá Nyéklátháza! Köszönöm szépen! Vas Albert, a bujdosó imája. Uram, ki fönn az égben lakozol a fényességben, gyújts föl szent tüzedet az emberek szívében. Az emberek agyára árazd el bölcsességed. Értsék meg valahára, mi végből van az élet. Arasznyi kis idő csak, mely ajtódig vezet, de előre csak a jó visz, a gonosz visszavet. Legyen megint az ember képedre alkotott, utálja meg már egyszer, mit maga alkotott.
romlandó kincsekért ne törje magát senki. Igyekezzék helyettük jobb kincseket szerezni. Jó tettek nyugalmát, derűt és békességet, mit el nem fúj az orkán, s rontó tűz meg nem éget. Őkből és gyűlöletből mindent, mit föltalált. Vedd ki, uram, kezéből a keserű pohárt. Rémségek éjszakáját váltsad föl virradatra, az emberi világot szebbre és igazabbra. Hogy törvények közt első a szeretet legyen. Üljön jó indulat a kormányszékeken. Az igazság előtt hajoljon meg a fegyver, és élhessen szabadon a földön minden ember. És legyen egy akol, és egy legyen a pásztor. Növelj pásztorbotot virágzó rózsafából. És ha mindezeket szépen elrendezted egyképpen, a népek közt, uram, nekem is van egy népem. Ha érdemét kegyednek a szenvedéssel méred, úgy egynek sincs annyi szent jussa, mint e népnek. Mások bűnért is őt verte ostorod, sok súlyos nagy keresztet szó nélkül hordozott. Legjobb fiait vitte mindig Golgotára, s jól tettének soha, csak bűnének volt ára. Uram, adj békességet a Kárpátok között, sehol még földet annyi könny, s vér nem öntözött, sehol még annyi színes, nagy álom nem fakadt, s árvábbak prófétáid sehol se voltanak, sehol annyi virág, sehol annyi bánat. Szeret jobban, uram, az én szegény hazámat. Bár megtagadta tőlem a békét s kenyeret, engem sújt az uram, amikor őt vered. Mert népem, fajtám, vérem, fájdalma bennem ég. Szánd meg, Uramisten, Attila nemzetét. Adj békés adatás sok vérvetés után. Nyugodjék meg kezed gondvert a homlokán. S a áldásod a földön elért kicsinyt s nagyot, jussak eszedbe én is. Kibújdosó vagyok. A Kárpátok alatt, ahol apáim éltek, rendelj ki nekem is egy csendes menedéket. Akkora legyen csak, hogy elférjek én, s a béke. Nézzen az ablakon patakra, a fára, a rétre, kenyér mellé naponta jusson egy szál virág, s láthassam, amint téged dicsér egy új világ. Uram, ki fönn az égben lakozol a fényességben, hallgasd meg kegyesen, hallgasd meg könyörgésem. Csatáznak a jó magyar huszárok. Magyarország körös körül füstölök, Kossuth Lajos szent ágyúja mennydörög. Maga fújja az angyal a trombitát, harcba hívja a magyarok honfiát. Arra alá megverték a részdobot, kiadták a nehéz parancsolatot. El kell menni a csatába harcolni,
piros vért kell a hazáért ontani. El kell menni a csatába harcolni, piros vért kell a hazáért ontani. Petőfi Sándor, a magyar nemzet. Járjatok be minden földet, melyet Isten megteremtett, és nem akadtok bizonyára a magyar nemzet párjára. Vajon mit kell véletenni? Szánni kell-e, vagy megvetni? A föld Isten kalapja, hazánk a bokréta rajta. Oly szép ország, oly vidító, szemet lelket andalító, és oly gazdag. Aranysárgán ringatózik rónaságán a kalászok éjszakája, segeiben mennyi bánya, és azokban annyi kincs van, mennyit nem látsz álmaidban. S ilyen áldások dacára, ez a nemzet mégis árva, mégis rongyos, mégis éhes, közel áll az elveszéshez, s szellemének országában hány rejtett gyöngy és gyémánt van, s mindezek maradnak ott lenn, vagy éppen a véletlen föltalálja hozni őket, borban, sárban érnek véget, vagy az ínség zivatarja, őket messze elsodorja, messze tőlünk más világba, idegen nép kincstárába. És ha ott ragyogni látjuk, szánk, szemünket rájuk tátjuk, s áldicsőséggel lakunk jól, hogy az innen van, onunkból. Ez hát nemes büszkeségünk, melyről annyiszor beszélünk, azzal dicsekedni váltik, ami szégyenünkre válik. Csak a magyar büszkeséget, csak azt ne emlegessétek. Ezer éve, hogy a nemzet itt magának hazát szerzett, és ha jönne most halála, a jövendő mit találna, mi neki arról beszélne, hogy itt hajdan, magyar éle. És a világ történet könyve, ott se lennénk följegyezve. Vagy ha lennénk, jaj, minékünk, ezt olvasnák csak felőlünk. Élt egy nép a tiszatáján, századikig lomhán, gyáván. Ó, hazám, mikor fogsz tenni egy kis sugárt, egy kis fényt, megrozsdásodott nevedre? Mikor ébredsz önérzetre? Nyéklátház a város önkormányzata nevében koszorúz Tóth Balázs polgármester úr és Molnárné dr. Ducsai Dalma jegyzőasszony. Letekintett a jó Isten a
csatáznak a jó magyar huszár. A Nyéklátházi Fidesz részéről Tállai András országgyűlési képviselő úr, Závodszky Kovács Barbara és Surman Antal helyezi el a koszorút. Kossuth Lajos szent ágyúja mennydörög, maga fújja az angyal a trombitát, harcba hívja a magyarok honfiát. Arra alá megverték a A Magyar Szocialista Párt nevében elhelyezi a megemlékezés virágait Galuska László és Tarcali István. A Mi Hazánk Magyarországért mozgalom részéről Szajlai János országgyűlési képviselőjelölt és dr. Barnóczky Károly a mozgalom Nyéklátházi szervezetének elnöke koszorúz. A református gyülekezet nevében Mátyás Sándor tiszteletes és dr. Demeter Lajos koszorúz. A római katolikus egyházközség képviseletében Majoros Gábor világi elnök és Herpergel Judit hitoktató helyezi el a koszorút. A görögkatolikus gyülekezet nevében Koleszár Ákos szervezőlelkész és Molnár György koszorúz. A Kossuth Lajos általános iskola képviseletében Marján Miklós igazgató úr és Takács Szilvia igazgató helyettes koszorúznak. Magyar katonának. A Reményi Ede Zeneiskola Nyéklátházi tagiskolája nevében Szekeres Tamás intézményvezető és Zsalakovics Éva intézményvezető helyettes helyezi el a koszorút. Elmegyek a pajtásimmal vitézre grútának. Szép a huszár, szép a huszár. A Dargai Attila gyermekvarázs óvoda és bölcsöde képviseletében Gálné Vasvenszky Judit intézményvezető és Körhegyiné Pap Adrien vezetőhelyettes helyezi el a megemlékezés virágait. A Városgondnokság nevében koszorúz Komjáti Barna intézményvezető és Paksi Zoltánné. Megtérek még a szabad hazába. Virágcsokor a csákóján, úgy megy a csatába. Ne sírjunk, a Nyéklátházi Gondozási Központ képviseletében Éliásné Minden Mónika intézményvezető és Boncsér Józsefné intézményvezető helyettes helyezi el a koszorút. Ma síroznak a katonák. Az Őszi Rózsa Nyugdíjas Klub képviseletében Lovászik Jánosné klubvezető és Zele Jánosné koszorúz. Egy 16 éves kislány megyen a regiment után. A Búzavirág Nyugdíjas Klub képviseletében elhelyezi a megemlékezés virágait Hegedűs Zoltánné klubvezető és Török Ferenc. Mert megyek a szeretőm után. Ne kérdezze a kapitány, mert megyek a szeretőm A Furman Imre Művelődési Ház és Könyvtár képviseletében dr. Pankucsi Márta, az intézmény névadójának özvegye és Makár Rihárd könyvtáros helyezi el a megemlékezés virágait. Tűzzétek a melyetekre, hogy százszor jussak eszetekbe. Tűzzétek a melyetekre, és gyertek velem a harctérre. Mára megköszönöm figyelmüket, két hét múlva újra várom Önöket. Szép estét kívánok!